Míg már a tavalyi évben is esküvőbumról beszéltek Magyarországon a statisztikusok, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020. januárja és márciusa között megduplázódott az esküvők száma 2019 első negyedévéhez képest. Ez egészen pontosan 6168-al több házasságkötést jelent márciusig. Aztán jött a karantén, ami teljesen átírta az idén házasodni vágyó párok, és természetesen az egész esküvőipar számításait. Több szolgáltató maradt teljesen munkanélkül. A nehéz időszakok leküzdése azonban együtt könnyebb lehet, ezért fogtak össze Tolna megyei esküvőszervezők, és hoztak létre egy közös projektet, melyben a ruhakészítőtől a fodrászon és a sminkesen át a szertartás vezetőig mindenki szerepet kapott. Hát az alapkoncepció az onnan indult, hogy én, mint cukrász, szerettem volna a tortáimat lefotózni. És mi a Cseri Zsófival, aki esküvő szervező és dekoros, már nagyon régóta ismerjük egymást, volt is már egyéb dolog, amiben együttműködtünk. És gondoltuk, hogy akkor most is csinálhatnánk egy ilyen megmozdulást, és jöttek szépen sorjába a szolgáltatók. Tehát gondoltuk, hogy akkor, mivel ő esküvőszervező, én cukrász vagyok, ez egy mindkettőnknek egy szívecsücske ez az ügy, és végül is így jött a koncepció, hogy akkor legyen az, hogy összehozzuk ezeket a szolgáltatókat, hiszen a mennyasszonyoknak manapság nagyon nehéz dolguk van. Rengeteg szolgáltatóval állnak szemben, nem tudják, hogy kit választanak. Így köztünk ez a 8 fő, aki most összejött itt. Lehet válogatni, hogyha valakit szeretnének, akkor mégis van egy referencia kezünkben. Ez egy ilyen érdekes dolog volt, mert egyikünk sem készült föl szerintem erre, hogy így egyszer csak hirtelen relatív nagyon kevés munkanélkül maradunk. Mindketten kezdő vállalkozók voltunk még tavasszal, és tényleg egy elég érdekes helyzet alakult ki azáltal, hogy mintha elvágták volna a megrendeléseinket, nekem nem volt annyi torta megrendelésem, Zsófinak kevésbé pörögtek a dekorok, és mivel ő ugye rendezvényszervező, esküvőszervező, tehát egy egész esküvőt bonyolít le, így konkrétan, mivel megszűntek az esküvők, teljesen munkanélkül maradt. Nekünk egy közös marketing tanácsadónk van, és ő ajánlotta nekünk, hogy ezeket az időszakokat, amikor nem tudunk feltétlenül aktívan dolgozni, akkor is töltsük ki, és találjunk ki különböző projekteket. És így jött az első projektünk, egy anyáknapi projekt, ami hatalmasat robbantott. És azt hiszem, hogy akkor mondhatom azt, hogy újra elindult mindkettőnknek valami, és így mindketten kihúztuk a másikat a végül is ebből a csávából, és eszméletlen jó volt együtt dolgozni. Tehát jöttek csak az ötletek, sziporkáztunk, tudtuk, hogy nem ez lesz az első és az utolsó projektünk együtt, és végül is így jött ez a mostani is, amiről már beszélgettünk, hogy mivel az esküvőszervezés tényleg mindegyikünknek a szíve csücske, ő neki nyilván a szervezői részről, én nekem a cukrász részről, így gondoltuk, hogy akkor most ez kerül megvalósításra. Ebben az időszakban is szeretnénk azt, hogy ne álljunk tétlenül, hanem dolgozzunk, és a kreativitásunkat ugyanúgy ki tudjuk fejezni, hiszen bár most úgy néz ki, hogy talán megint nem fognak esküvők létrejönni mostanában, de szerintem a jövőre a mennyasszonyok mindenképpen megnézik, hogy kiket tudnak választani. Ilyenkor nagyon sokan elkeserednek, de ilyenkor nem elkeseredni kell, hanem meg kell találni a megoldást. Dolgozni kell önmagunkon, dolgozni kell a vállalkozásunkon, dolgozni kell azon, hogy mit szeretnénk a jövőbe, terveket készíteni. Tehát nyilván ilyenkor kevesebb a munka, de ilyenkor azt gondolom, hogy kicsit befele kell fordulni, megnézni, hogy hogyan lehetünk jobbak, és hogy mivel válhatunk jobbá, mivel adhatunk többet az embereknek, akikkel foglalkozunk. A lakodalmukat elhalasztani kénytelen párok pedig kihasználhatják az időt arra, hogy újabb szolgáltatókat ismerjenek meg, akikkel valóban megtalálják a közös hangot, és segítségükkel a nagy nap valóban olyan lehet, amilyennek azt megálmodták.